A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Híranyagban, illetve a Paletta Kulturális Magazinban már beszámoltunk arról, hogy az Apacsok bemutatója előtt, amelyen egyébként itt volt Bereményi Géza, a Darab Kossuth Díjas szerzője is, ünnepélyes köretek között a hagyományokhoz hűen átadták a Proteatro díjakat a Vörösmarty Színházban. Ugye idén a diák színjátszás folyamatos fejlesztéséért sokat tevő Ferenczi Noémi, a Ciszterci Szent István Gimnázium tanára, a Fejér Holló diák színpad művészeti vezetője vehette át, és Lőrincz Zsuzsa, a Vörösmarty Színház ügyvezetője, dramaturgja ezt az elismerést. És itt van velünk Lőrincz Zsuzsa. Szervusz, örülök, hogy megtiszteltél. Szia! Azt hiszem, hogy ez egy abszolút megerősítés mindenképpen. És hosszasan gondolkodtam, hogy miről beszélgessünk, de beszélgettünk már a teljes életutadról, mindenestől, szó esett Temesvárról, Székelyudvarhelyről, Kolozsvárról, Sopronról, Veszprém, Zalaegerszeg, Zsámbéki színházi bázis, minden szóba került az életút interjútban. Viszont a dramaturgiai munkád nem különben persze, de azért nagyon-nagyon fontos, ami számunkra a legfontosabb, én azt mondom, az elmúlt 4 esztendőit Székesfehérváron. Hiszen arról is szó kell, hogy essék, hogy lépkedtél fel. Mármint a szakmai ranglétrán nem igazán, hiszen ismert és elismert voltál, viszont itt a színházon belül újabb és újabb feladatok vártak rád. Kezdjük talán azzal, hogy ugye a művészeti vezetőség oszlopos tagjaként, hát ez nyilvánvaló, hogy az eddig is így volt, de először stratégiai munkatárs voltál. Most pedig ügyvezető, tehát teljesen, azt nem mondom, hogy teljesen más feladat várt rád, viszont egyik oldalról megerősítést jelentett nyilvánvaló a szakmai munkád okán, másik oldal pedig nagy kihívást, hiszen azért itt sokkal többet kell tenni bizonyos értelemben a hétköznapokon, hogy a hétköznapból ünnep legyen minden előadás. És hogy megtartsd azokat is, amit fogunk beszélgetni, tehát az Atlantis program, a Multiverzum, az Új Szövetség Maraton, a Rákoszi Szövetség és a színház kapcsolata. Talán kezdjük az elején. A stratégiai munkatársként mi volt az elsődleges feladatod? Hát akkor én nagyon sok feladatot a Matuz Jánostól vettem át, ő adta át azokat a feladatokat, amiket addig ő végzett a színházban. Tehát az Atlantis programot azt például rögtön megkaptam, én januárban szerződtem ide, és a márciusban volt az Atlantisnak már az első bemutatója. És hát iszonyatosan féltem, mert reszkedtem minden. És annyira érdekes egyébként pont a Proteatro díj kapcsán, hogy a Noémivel vettük át a díjat, mert akkor volt egy találkozó, amikor először találkoztam a tanárokkal. Szerintem látszott rajtam, valószínűleg látták rajtam, hogy kicsit félek, hogy ez hogy fog sikerülni, vagy hogy fogom tudni én teljesíteni mindazt, ami ezzel jár. Féltem, hogy valamiről nem tudok, valamit későn veszek észre, vagy ilyesmi, hogy milyen feladatok vannak ennek kapcsán. És akkor pont a Noémivel megbeszéltük, hogy elmegyünk kávézni, és akkor beültünk a főutcán egy kávézóba, és hosszasan beszéltünk a programról. És most, amikor hallottam, hogy együtt vesszük át a díjat, rögtön ez jutott eszembe, hogy ez milyen szép kerek történet. Hogy... Így van. Mi mindent kellett tenned az elején, hogy ez az Atlantis program valóban, ugye ez egy elvarázsolt álom volt tulajdonképpen, és lett belőle olyan valóság, amire én azt mondom, csodájára járhat bárki. Hát igazából meg kellett ismernem az egésznek a pedagógusokat, a legfontosabb, a tanárok, akik tartják, vezetik ezeket a csoportokat. Az nagyon fontos volt. Minden csoporthoz tartozik egy színészmentor, a társulatban megtalálni azokat, akiket ez érdekel, akik ezt szívesen csinálják, akik jók ebben, hogy mentorkodjanak.
összehangolni a munkát, meg hát szervezésileg azt a sok mindent, ami köré tartozik, az előadás köré, a tárakkal egyeztetni, mindig előtte leülünk az összes tárvezetővel, minden csoport elmondja, hogy körülbelül hogy szeretné a színpadon látni a saját kis jelenetét, kell-e hozzá díszlet, kellék, jelmez, fényben mit gondoltak, lesz-e füst, tehát milyen zene lesz. Megvan a komplexitása. Tehát a teljes, a szövegeket begyűjteni, a forgatókönyvet megcsinálni, ahova már be vannak írva fényváltások, hangbejátszások, tehát ez vetítések. Sokkal több annál, mint amit a kívülálló lát, hogy ott van egy előadás, jószerűvel A-tól Z-ig minden a tiéd ebben. Nyilvánvaló, hogy a pedagógus társakkal közösen, de azért ez nagyon-nagyon fontos. Sikerült azt elérni, amit te megálmodtál, amikor átvetted, hogy ez folyamatosan fejleszthető, nyilvánvaló, tágítható a kör, akik részt vesznek benne, mert az nem különben fontos. Igen, hát most lesz a legtöbb gyerek. Én a tavaly is már, én a tapsolni mindig elbőgöm magam, most 16 csoport lesz, tehát közel 500 gyerek, nem is tudom, elképesztően az sokan leszünk. Csodál. És most a Rómeó és Júliát csináljuk, ami nagyon nagy vállalkozás. Elejétől a végéig minden csoportnak megvan a saját kis része. Sorshúzással dőltek el, hogy melyik csoport milyen jelenetet játszik. Tehát van olyan csoport, ahol 15 lány van, és olyan jelenetük van, amiben 5 férfi játszik, szóval ez érdekes. Én azt hiszem, a diákokkal való kapcsolattartás az egy rendkívüli kihívás minden színházi szakembernek, hiszen ne feledjük, a jövőnk múlik ezen. És ezért is volt fontos, nem különben, a Kárpát-medencei színjátszótábor, ami azt hiszem, hogy megint csak megszólított meg annyi fiatalt, és az is megmutatta, hogy igen, a mai fiatalokat is érdekli a színjátszás, érdekli a közösségi lét, ha úgy tetszik. Igen. Azért is tartom nagyon fontosnak ez, ilyen mániám is, nem csak munkaköröm, a diákok, gyerekek bevonása a színházba, mert rengeteget lehet tanulni tőle. Tehát én is rengeteget tanulok tőlük. Azt érzem, hogy ez nekem legalább annyira fontos, és az egész színház számára az, hogy mi mindent tudunk a gyerekektől tanulni. Tehát te paramutan túlváltozott a világ folyamatosan? Persze, igen, és hát ahhoz, hogy beszéljünk róla, én nagyon szeretek minden korosztálynak gyerek vagy ifjúsági előadást rendezni is, mindig hívok tesztközönséget, beszélgetek velük, hogy látják, mit látnak, mi érdekli őket egyáltalán, mi foglalkoztatja őket, hogyan gondolkodnak, hogyan válaszolnak, nem is tudom, nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Egyértelmű. Ilyen az Új Szövetség maraton is. Hiszen valljuk meg, ebben a felgyorsult világban azért a hitnek is kiemelt szerepe van, akár a fiatalok életében is. Ráadásul azért a Új Szövetség tanulható, ha úgy tetszik, és előadható. Igen. Ezt megtapasztaltuk, és ez megint csak elsősorban neked köszönhető. Igen, hát ez csodálatos kezdeményezés, most lesz a 12. Igen. Ugye? Új Szövetség maraton, és hát amióta itt vagyok, persze azóta ott vagyok mindeniken, és igazából tehát a szervezés része nem olyan bonyolult, de fantasztikus, én mindig végülöm. És annyira nem az elején futkároztam körbe, hogy kell-e valami, vagy valami hiányzik-e, megjött-e minden olvasó, minden rendben van-e. De most már azért évek óta az van, hogy csak ülök és végighallgatok. És nagyon szeretem. Igen, hát én magam is ezt teszem, bár néha beszélgetek közben. De mindig rácsodálkozom, hogy mennyi tartalommal lehet megtölteni. Azt hiszük, hogy itt a vége, holott, de hogy remek diákok, nagyszerű felkészítő pedagógusok, és hát ott vagytok. Igen. Ti, akik ezt biztosítjátok, a lehetőséget. És hát ugye színházi olimpia volt. Erről kell, hogy hosszasabban beszéljünk, azért, mert ez egy olyan esemény, ráadásul bizonyos értelemben székesfehérvári központtal is, ami megerősített bennünket, hogy igen, érdemes, tehát hogy színháznak mindig van jövője.
Téged miként érintett, hiszen azért nagyon sokat tettél azért, hogy ide olyan előadások jöjjenek, amelyekre mindenki rácsodálkozott. Igen, hát nagyon-nagyon érzem szükségét, de hát az egész szakma szerintem, hogy lássuk más társulatok, külföldi társulatok munkáját is akár. Aki minden nap dolgozik, minden nap játszik, vagy robotol a színházban, olyan ritkán van lehetőségünk előadást nézni, nekem nagyon hiányzik. Azért szoktam, ha tehetem, fesztiválokra elmenni. A Temesvári Fesztiválra megyek évek óta, mert ott akkor sűrítve látok egy hét alatt, nem is tudom, 20-25 előadást, tehát ezt egy év, két év alatt nem tudnám megcsinálni. Igen, mert fontos, mert hogy ki miként gondolkodik. Persze, hogy teljesen más, igen. És azt a Gavella Színház volt itt, ugye, és a Temesvári Magyar Színház volt itt, és láttunk két teljesen különböző előadást. Csodálatos volt, nagyon jó barátságok születtek, nagyon jól érezték magukat itt. A tetőteraszon a színészeink főztek, bográcsost, úgy vártuk őket, tehát ilyen nagyon, nagyon jó buli volt, és nagyon jó kezdeményezés. Ennek a folytonossága lenne a fontos, hogy akkor ez ne csak ennyi legyen, hogy megtörtént. Mert itt számunkra, tehát kívülálló, bizonyos értelemben kívülálló számára az a fajta színházi attitűd, amit ők képviseltek külön-külön, tehát ők is a világ egyik oldal, másik oldal, ha úgy tetszik, az arra egyrészt rácsodálkoztunk, hogy így is lehet, és így is lehet értelmes darabot csinálni, mert elvileg azért kellően elvarázsolt volt mindkét dramaturgia, ha úgy tetszik, és mégis megérthettük belőle. És gyakorlatilag ugye azért a Fehérvári Színház közönség néha bizony az újdonságtól írtózik, ahogy tetszik, lehet, hogy ez csúnya szó, de most elfogadók voltak. Igen. Igen, szerintem is a közönség soraiban is abszolút sikeres volt ez. No, hát ez volt úgy körülbelül, és hát a koronázási szertartásjáték. Erről azért kell külön beszélnünk, mert ugye ez az esztendő augusztus 20-a környékének a legfontosabb történései. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy először ugye volt a gazdasági, aztán volt a koronavírus járvány, nagyon sok minden volt, hogy nem lehetett teljesség igényével ezt megcsinálni. Ez miként érint például téged, hiszen tetőtől talpig benne voltál mindig? Igen, hát a Kárpát-medencei színjátszótábort azt mindenféleképp a Rákóczi Szövetséggel együtt azt szeretnénk folytatni, és azt tényleg folytattuk is mindig, még akkor is, amikor a szertartásjáték nem tudott megvalósulni, a tábor akkor is megvolt. Tehát ennek a folytonosságához nagyon ragaszkodunk. Az biztos, hogy lesz a tábor. A koronázási szertartásjáték körüli egyelőre még bizonytalanság a jövő évvel kapcsolatban, tehát pontosan nem tudjuk, hogy miként, de ez jövő év elején azért ez ki fog derülni, és akkor úgy tervezzük a nyarat. A Rákóczi Szövetség ugye hát most is megvolt, hiszen a Szikora János rendezésében azért fönt voltak a hegyen. És abban az évben, amikor a Covid miatt a szertartásjáték nem tudott lenni, akkor a Bartók Béla téren csináltunk egy kis előadást a gyerekekkel. No, hát több mint egy esztendeje immár. Meglepetésként ért, hogy ügyvezetőként számítanak a következő időszakban rád? Meg, persze. Nagyon. Mert ez egy rendkívül felelősség. Egy olyan színház, ami gyakorlatilag itt a környéken, amit mondok, a szűken vett agglomerációs övezetben is rendkívül népszerű, vezetőnek lenni, ügyvezetőnek lenni, az egy rendkívül felelősség, szakmai felelősség. És igen, felelősség, amit addig jó, tehát hogy így, tudtam külön programokat csinálni, tudtam, hogy pontosan melyik programért vagyok felelős, és annak az összes problémáját vittem. Addig az sokkal egyszerűbb történet volt, most ügyvezetőként főleg a marketing, értékesítés, művészeti titkárság, kommunikáció tartozik szorosan ezeknek a koordinálása a feladatom.
És hát emiatt olyan dolgokkal is kell foglalkoznom, amivel addig nem foglalkoztam. Tehát ügyvezetőként díjat kapni, nem is tudom, ez volt az első gondolatom, hogy hát én ezt egyedül nem tudnám csinálni. Én akármilyen jól csinálhatom a dolgomat, hogyha nem olyanok a munkatársaim, amilyen munkatársaim vannak, hál' Istennek. Zsűr, ezt lehet mosolygos szemmel csinálni? Hát, igen, sokszor elfogy, igen, ezen dolgozom, hogy ez csak mosolygós szemmel érdemes csinálni. Igen, hát ha kivillan a mosoly, akkor nagy baj már nem lehet. Függetlenül attól, hogy azt mindenképpen szerettem volna megkérdezni, hogy mit gondol egy ügyvezető, amikor egyik pillanatról a másikra szakadozik az, amit felépítettek a hosszú-hosszú ideig. Gondolok itt a távozásokra elsősorban. Mert azért valljuk meg, hogy bármely színházat megviselne, ha olyan falsos egyéniségek távoznának egyik pillanatról a másikra, mint ahogy most itt megtörtént. Persze, borzasztó érzés, mert tehát bármilyen gond van, tehát a távozások is persze megviselték a teljes társulatot. De bármilyen egyéb gond is van, és nem tudok rajta tenni, akkor ez a tehetetlenségi érzés, ez a legborzasztóbb. Tehát, hogy igazából sokan vagyunk a színházba, és mindannyian ugyanazt a szekeret ugyanabba az irányba kellene tolnunk. Akkor lenne az igazán erős. Akkor tud jól menni. Nyilvánvaló, hogy mi is nagyon várjuk már, hogy elkezdődjön abban az értelemben az évad, hogy fehérvári darabokat láthassunk. Ugye a Kékhajú lány az már itt volt nekünk. De ez, és az apacsok, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ugyanakkor, hogy elinduljon, ahhoz az is kell, hogy az összművészeti, ezzel folytatjuk, de hadd kérdezzelek meg az összművészeti bérletről. Azt hiszem, ez ilyen értelemben teli találat. Azt látjuk, hogy a szimfonikus zenekar bizonyos értelemben szárnyal, remek olyan előadásokat tűztek programra, kérdez a zeneszerzőt, nem sorolom, igen, amelyek sikert arattak. 5 esztendős a Balettszínház az idén, ők is bizonyítottak, Egerházi Attiláék, hát a Alba Rége Tánc Együttes, ez mindig így van, de az, hogy ez kipattant a fejből, és ráadásul meg is valósult, én azt hiszem, hogy ez egy óriási lépcső. Óriási dolog szerintem is, és abszolút amennyire tudjuk, egyedülálló az országban, nincs máshol ilyen. És nagyon kíváncsian várjuk, hogy ez hogy fog zajlani, mennyire nyeri el az emberek tetszését. Mi a 12 dühös embert adjuk ebben a bérletben, Cserhalmi rendezésében, az lesz felújítva, és hát szeretnénk ezt megtartani. Ez nagyon-nagyon jó ötletnek látom. Így van, és ráadásul olyan darabok lesznek, amelyek a nagy színpadon eddig is hordítottak. Ugye a 12 dühösről igen, tudjuk, hogy most nem a Városházán lesz, hanem a színházban. No, milyen terveitek vannak? Hiszen néztük az előadások sorát, rövidesen újabb premier lesz. Én azt hiszem, hogy a Király beszéde is nagyon sokakat vonz, hiszen a kellő mélységgel mutatja be az emberi sorsok közül egy-egy olyan nehézséget, amin túl lehet lépni. Igen. Hát most januártól lesz egy nagy színpad felújításunk, és utána nagyon belecsapunk az évadban, tehát nagyon sűrű lesz a tavasz. Jön a Csongor és Tünde bemutatója, utána a Kőszívű emberfiai március közepén, aztán a Ne most drágám, vígjáték, aztán 2 stúdió, nagyon izgalmas, az Ifigénia Bagó Berci rendezésében, meg a Wojciech előadás Horváth Csaba rendezésében, a Pelikánban, a zenés változat. Úgyhogy borzasztó izgalmas lesz a tavasz, és nagyon-nagyon melós. És hát márciusban az Atlantis program, és játsszuk a Kékhajú lányt is. Ugye most a Kékhajú lányhoz is van nevelési, ilyen színházi beavató programunk. A Multiverzum előadás után is tartunk beszélgetést, és a Csongor és Tünde kapcsán is készülünk egy ilyet szervezni, és erre ezért nagyon boldog vagyok, tehát ezt nagyon szeretném, hogy... Tehát se vége, se hossza egyre, munkádnak. Egyre több ilyen legyen, igen.
Ez most már így lesz, tehát dramaturgként egyébként. Igen, de másokat is megfertőzök, egyre több igen. embert húzok bele, úgyhogy akkor már nem egyedül csinálom. A dramaturg munkád nem hiányzik? Az hiányzik egyébként. Az, hogy rendezek, az nagyon jó. Tehát ezt az nekem azért volna. Kell. Jó. Én most Komáromba volt bemutató, Tasnádi Istvánnak a Lázár Ervi meséje nyomán írt Habci királyt rendeztem, és hát csodálatos volt egyébként egy... Az is, hogy ott Komáromba dolgoztam, abban a társulatban azokkal a színészekkel, hát elképesztőek voltak. Tényleg azt az előadást, ami lett ebből 50 perc csodálatos, izgalmas, nagyon, nagyon színes dolog, azt sehol, mondtam nekik, ezt sehol máshol nem lehetett volna megcsinálni. Olyan színészekkel dolgoztam együtt, akik mindannyian játszanak hangszeren, van, aki több hangszeren is játszik, és ezt az előadásban meg is szólaltatja. Gyönyörűen énekelnek, Róvó Tamás kollégám csinálta a koreográfiát, tehát táncolnak is, árnyjátékok vannak, az a Zirano, a Komáromi Színház, a Zirano Színház és a Vörösmarty Színház közös produkciója, úgyhogy Varga Peti is ott volt velünk végig árnyjáték tanácsadóként, izgalmas árnyjátékok születtek. És hát a Szirtes Edina Mókus olyan zenét írt, hogy valami elképesztően csodálatos. Remélem, lemez lesz belőle, nem sokára. Valószínűleg. A látvány is őrületes. Tehát ez hiányzik, azért valljuk meg. Ez igen, ez ha nem lenne, akkor azért szenvednék, azt hiszem, igen. Tehát ez, és a dramaturg munka? Az hiányzik, de hát az is, hát azt nem fér bele. Hát igen, 0-24-ig dolgozol. Elmenni. A sok-sok változás nyilván azért megviselte a színház barátokat is, de hát azt gondolom, hogy mindenki visszatér előbb-utóbb, hiszen ez nagyon-nagyon fontos számunkra. Most a társulat egységes és egész, így mondhatjuk? Mondhatjuk, persze. Mert a művészeti vezetés, azt tudom, hát nyilvánvaló, hogy azért maradtál, és ez nagyon-nagyon fontos nekünk. Mit kívánjuk? Hú, nagyon sok nézőt és sok sikert. Ne kelljen bezárjunk, ne kelljen, ne jöjjön semmilyen járvány, mert tényleg ez azért nagyon megviselt jó. az elmúlt években. Kedves Zsuzsa, először is minden színházbarát nevében még egyszer gratulálok a Proteatrodéhoz. Nincs kétségem felőle, hogy hegyekben volt a gratuláció, de azért én megismétlem a magunk nevében. És hát köszönöm, hogy megtiszteltél, és olyan évadot kívánok a színművészeknek, a vezetőknek is, ami megerősít, hogy igen, Vörösmarty Színházra minden eddiginél nagyobb szükség van. Efelől egyébként nekem nincs kétségem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Kedves nézőink, Lőrinc Zsuzsa volt a vendégem, aki ebben az esztendőben átvehette a Pro Teatro díjat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.